Olaf Séve, szuperdiák! Ötletek a hatékony tanuláshoz és a sikeres vizsgázáshoz. Előszó Nem gondolom, hogy különösebben jó képességű lennék. Ha egy partin bemutatkozom három embernek, az első ember nevét már rég elfelejtem, mire a harmadik bemutatkozik. Nyolcadikban még hármas volt az átlagom feltételezhetően kinestetikus típusú vagyok, vagyis úgy tudok a legjobban tanulni, ha a kezemet is használhatom. Zongora művészi pályafutásom jó bizonyítéka ennek. Nyolc év alatt egyszer sem sikerült elég gyorsan olvasnom a kottát, hogy egyszerűbb dallamokat másokhoz hasonlóan én is le tudjak játszani. Ha azonban sokat gyakoroltam egy bizonyos darabot, előbb-utóbb az egészet fejből elő tudtam adni mintha a dallam és a memória is az ujjaimban lett volna. A kinesztetikus típusúak ugyanakkor nehezen tanulnak tankönyvekből. Gyerekkoromban senki sem úgy gondolt rám, mint akiből atomfizikus, Rhodes ösztöndíjas vagy bestseller író lehet. Úgy tűnik, hiányzik belőlem az a plusz, amitől valaki eminens tanuló lesz. Mindez azonban egyszerében megváltozott hetedik után. Átkerültem egy másik osztályba, ahol igencsak sikeres diákok között találtam magam. Nekik nem csak a jegyeik voltak jobbak, hanem teljesen más volt a hozzáállásuk az iskolai munkához és a dolgozatokhoz is, mintha a többiekkel ellentétben ők valamiféle titkos tudás birtokában lettek volna. Akkor elgondolkoztam, mi lenne, ha ellesném a módszerüket, és megpróbálnám alkalmazni. Vajon fel tudom-e venni velük a versenyt, és tényleg elkezdhetek négyeseket vagy akár ötösöket szerezni? Elkezdtem tehát tudatosan azon dolgozni, hogyan tudnék javítani a jegyeimen, és azóta is folyamatosan az foglalkoztat, hogyan lehet hatékonyabban tanulni és jobb osztályzatokat szerezni. Amint változtatni tudtam a tanulási szokásaimon, hirtelen minden sokkal jobban ment, és tizedikben már négyes volt az átlagom. A középiskolában kicsit rosszabbul kezdtem, mivel itt már nehezebb tantárgyak következtek, és másképp is osztályoztak. Így 11-ben csökkent az átlagom. 13 azonban a legjobb tanulmányi átlaggal sikerült osztályelsőként végeznem. Miután a Norvég Gazdasági Egyetemen alapdiplomát szereztem, elhatároztam, hogy szerencsét próbálok és jelentkezem a világ legnagyobb egyetemeire. Megcsináltam a GMA-it Graduate Management Admission Test. A posztgraduális üzleti és pénzügyi tanulmányokra jelentkezők világszerte elfogadott felvételi vizsgáját. Az itt elért pontszámot a megelőző öt évben vizsgázó valamennyi résztvevő, azaz több mint egymillió ember eredményével vetik össze. Új tanulási módszeremnek köszönhetően bekerültem az első 6% közé, így a legjobb helyekről például az Oxfordi Egyetemtől és a Borostyán Liga egyik tagjától a Pennsylvániai Egyetem Vorton Üzleti Iskolájától kaptam ajánlatot. Mindemellett összesen 50 ezer dolláros ösztöndíj ajánlatot is kaptam, többek között a híres Fulbright programtól. Fantasztikus érzés volt! A történetem jól bizonyítja, mekkora jelentőségük van a jó tanulási és vizsgázási technikáknak. Hosszú ideig tartott azonban, amíg mindenre magam rájöttem. Összeszedtem tehát azokat a bevált tanulási módszereket, amelyeket a Norvég középiskolában, az Egyesült Államokban és Németországban, a Norvég Gazdasági Egyetemen, Oxfordban és a Berkeley falai között ismertem meg. Ezen kívül több mint 40 könyvet elolvastam a tanulási és vizsgázási módszerekről, valamint a mentalitásról. Célom az volt, hogy egy világos szerkezetű, könnyen olvasható könyvet írjak amely segít a hatékonyabb tanulásban és a jobb tanulmányi átlag elérésében. Remélem, amit sikerül a könyvből elsajátítanod, azt egyből alkalmazni is tudod majd. Jól lehet, ezek a technikák nem váltják ki teljes mértékben az erőfeszítést, de egészen biztos vagyok abban, hogy segítenek kihozni magadból a maximumot. A cél tehát a nagyobb hatékonyság, a magasabb szintű tanulás és a jobb eredmények. Nekem, annak a nem különösebben tehetséges rácnak, aki az itt leírt ötletek alkalmazásával sokra vitte, elhiheted. Mire jók a tanulási technikák? Ha 150 az iq az nem rossz. Én mégis azt javasolnám, adj el belőle 30-at. Nem kell annyira okosnak lenni. Warren Buffett Tényleg olyan sokat számít ki, hogyan tanul? Jogosan merül fel benned a kérdés, amikor belevágsz ebbe a könyvbe. Végül is nem azon múlik elsősorban az iskolai előmenetelünk, milyen okosak vagyunk. Kétségtelen, hogy a magas intelligenciával rendelkező emberek általában könnyebben szereznek jó jegyeket, ám tények bizonyítják, hogy az intelligencia kevésbé fontos, mint gondoljuk. Sandra Scarp pszichológus szerint például a tanulás 75%-a mögött nem az intelligencia, hanem más hajtóerők állnak, többek között a motiváció, a már megszerzett tudás vagy a tanulási stratégiák. Más tanulmányok azt mutatták ki, hogy az intelligencia tesztek eredménye 20%-nál kisebb mértékben magyarázza az iskolai előmenetelben mutatkozó eltéréseket. Számos más oktatáskutató is hasonló következtetésre jutott. Tanulmányi eredményeinket nem az határozza meg, mennyire vagyunk okosak. Az egyik leghíresebb oktatáskutató John Hattie kutatásai szerint a jó tanulási technikák jelentős mértékben járulnak hozzá a sikeres iskolai előmenetelhez. Egy vizsgálat során, miután átlagos intelligencia szintű diákok memorizálási technikákat sajátítottak el, több dologra emlékeztek és jobban teljesítettek a teszteken, mint azok az intelligensebb társaik, akik nem ismerték, és ezért nem is használták ezeket a módszereket. Azt követően azonban, hogy az intelligensebb diákok is megtanulták a memorizálási trükköket, a két csoport ugyanolyan jól vizsgázott. A motiváció szintén kiemelkedő jelentőségű, a vizsgálatokból ugyanis az derül ki, hogy a motiváltság és a tanulási technikák sokkal fontosabbak a teljesítményünk fokozásában, mint az intelligencia. Ezen kívül a mentalitás, illetve a saját képességeink bevetett hit is hozzájárul a tanulmányi eredményünk javításához, mégpedig meglehetősen nagy mértékben. Nem véletlen, hogy a terület legismertebb kutatójának, a Stanford Egyetem pszichológia professzorának, Carol Dwecknek a fejlődési szemléletmóddal kapcsolatos munkája számos amerikai iskolát inspirált arra, hogy olyan programokat indítson diákjai körében, amelyel jobb szemléletre nevelheti őket. Végül, de nem utolsó sorban fontos az önfegyelem is. A kutatások ugyanis azt mutatják, hogy az érdemjegyek javításában az önfegyelem is nagyobb szerepet játszik, mint az intelligencia. Az iskolai előmenetelet sikerét tehát három tényező határozza meg. Tanulási módszerek, milyen tanulási technikákat alkalmazol? Vizsgázási technikák, hogyan állod a sarat az írásbeli és szóbeli vizsgákon? Mentalitás, milyen az önfegyelmed, és miképp motiválod magad? És tudod mit, ezekben bárki képes fejlődni, hogy hatékonyabban tanuljon és jobb jegyeket szerezzen. Te is. Miért érdemes jobb jegyekre hajtani? A jó jegyeink azt mutatják, hogy képesek vagyunk megérteni és teljesíteni egy sor követelményt, ami sok ajtót megnyit előttünk. Az egyetemek például a bizonyítványokat nézik a felvételin, de a munkáltatók is az osztályzatok alapján döntik el, melyik jelöltet hívják be interjúra. Minél jobbak tehát a jegyeink, annál nagyobbak az esélyeink. A legnépszerűbb állások és egyetemek elérhetetlenek jó jegyek nélkül. Természetesen nem kizárólag jó jegyekkel tudjuk bizonyítani, hogy képesek vagyunk eredményeket elérni. Képességeinkről ugyanis sokat elárul az is, hogyan teljesítettünk a korábbi munkahelyeinken, az önkéntes munkában, a sportban vagy a projektjeinkben. Az állások többségénél ezek ugyanolyan hangsúlyt kapnak, mint a bizonyítvány. Egy vállalkozó például, amikor saját céget alapít, nem sokat törődik az iskolai eredményeivel. Az emberek többsége azonban minden bizonyal fontosnak tartja a megszerzett jegyeket. Persze nem csak azért érdemes jó jegyekre hajtani, hogy jobb lehetőségek nyíljanak meg előttünk. A biztos tudás, illetve a megszerzett tudás eredményes visszaadása növeli a képességeink bevetett hitet és jó érzéssel tölt el bennünket. A tanulás ezáltal élvezetessé válik, nő a motivációnk, elkezdünk keményebben dolgozni, és még jobban teljesíteni. Végső soron tehát beindul egy igencsak pozitív visszacsatolás. A kiváló bizonyítvány megszerzéséhez szükséges képességek jó része ráadásul az élet más területein is kamatoztatható. Szakmai és magánéletünk bármely szegmensében hasznos lehet, ha jól tudunk tanulni, és képesek vagyunk fontossági sorrendeket felállítani, ha időkorlátok közt is hatékonyan tudunk dolgozni. Ha gyorsan átlátjuk a problémákat, és pillanatok alatt megtaláljuk a megoldásokat. A tanulási technikák tökéletesítésének főnyertese tehát nem a bizonyítványod, hanem te magad leszel. Hogyan válhat hasznodra ez a könyv? A könyv három részből áll. Első, hatékony tanulás. Ez a rész olyan technikákat mutat be, amelyekkel okosabban tanulhatsz. Témák, időgazdálkodás, olvasási, jegyzetelési és memóriatechnikák. Második, sikeres vizsgázás. Ebből a részből megtudhatod, hogyan tudsz hatékonyan teljesíteni dolgozatírás és vizsgázás során. Témák, felkészülés a dolgozatokra, írásbeli és szóbeli beszámolók, egyéb írásbeli feladatok. Harmadik, helyes gondolkodás. Ez a rész a motivációról, a célkitűzésekről, a gondolkodásról szól, illetve arról, milyen szerepük van ezeknek a tényezőknek az eredményesebb tanulásban és a jobb teljesítmény elérésében. Ha nincs időd az egész könyvet elolvasni, tekintsd inkább kézikönyvnek, és csak azokat a részeit nézd át, amelyek éppen érdekelnek. A legjobb persze, ha elolvasol mindent, hogy sokoldalúan fejleszthessd a tanulási technikádat. Az is előfordulhat, hogy a legjobb ötleteket pont egy olyan részben találod meg, ahol legkevésbé gondolnád. Ami viszont ennél is fontosabb, arra biztatlak, kezd is el aktívan használni ezeket a módszereket, méghozzá azonnal. Ehhez hasznos lehet néha visszatérni bizonyos fejezetekhez, hogy felidézd az ott leírtakat. Minden fejezet végén találsz egy rövid összefoglalót is, úgyhogy a legfontosabb ötletek és módszerek felidézéséhez nem is kell újraolvasnod az egészet. Első. Hatékony tanulás. Idő és tervezés. Időgazdálkodás. A legtöbb diák úgy érzi, hogy egyszerűen sosincs elég idő mindent elvégezni. Mivel tehát az idő korlátozott, észre kell gazdálkodni vele. Az időgazdálkodás pontosan erről szól. Különféle technikák és stratégiák bevetéséről, hogy az az idő, ami a rendelkezésünkre áll, maximálisan kihasználható legyen. Számolt ki, mennyi időd van? Az Egyetem második évében erősen motivált voltam, hogy jól teljesítsek. Elhatároztam, hogy kétszer olvasok el minden feladat anyagot, rendesen jegyzetelek, az írásbeli feladatokat mind megoldom. Felkészültem megyek az órákra, sőt, az órák témájához kapcsolódó egyéb könyveket is elolvasok. Egy hónap elteltével azonban minden tantárgyból lemaradásom volt. Próbáltam felzárkózni, de minél inkább igyekeztem, annál jobban lemaradtam. Frusztráció és motiválatlanság lett urrá rajtam. Mégis horrontottam el. Sok más hallgatóhoz hasonlóan én is rosszul mértem fel, mennyi időm van és mennyi időt vesz igénybe egy-egy tevékenység. Azt gondoltam például, hogy a mikroökonómia tankönyv fejezeteit egy-egy óra alatt elolvasom. A 30 oldalas kisbetűmérettel nyomtatott fejezetek azonban teli voltak bonyolult elméleti fejtegetésekkel, így nem meglepő, hogy mindegyikre jóval több időm ment el, mint egy óra. Arra jöttem rá, hogy ki kell derítenem, pontosan mennyi időm is van tanulásra, hogy egyáltalán meg tudjam határozni, hogyan töltsem el azt az időt. Azt javaslom, te is számold végig. Indulj ki abból, hogy egy hét összesen 168 órából áll, majd ebből vond le az alvás, az étkezés, a kikapcsolódás, stb. idejét. Ha átlagosan 8 órát alszol, akkor vonj le 56 órát a 168-ból. Ha az étkezésekkel naponta átlagosan 2 órát megy el, vonj le 14-et, és így tovább. Nézzünk egy példát. Óra, illetve Tevékenység. Óra 168 Tevékenység, Kiinduló pont, ennyi órából áll egy hét. Óra 56 Tevékenység, Alvás. Óra 14 Tevékenység, Étkezések. Óra 10 Tevékenység, Reggeli Készülődés, Közlekedés. Óra 6 Tevékenység, Sport. Óra 6 Tevékenység Diákklubok. Óra 24 Tevékenység Szabadidő. Óra 20 Tevékenység Előadások. Óra 12 Tevékenység Munka. Egyenlő óra 20 Tevékenység Önálló Tanulásra Fennmaradó Idő. Példánkban hetente 20 óra marad önálló tanulásra. Azt feltételezve, hogy a hétvégék szabadok, ez naponta négy órát jelent. Ha négy tantárgyad van, akkor mindegyikre heti öt óra jut. Ez nem túl sok, úgyhogy erősen el kell gondolkoznod azon, hogyan tudnád ezt az időt a leghatékonyabban kihasználni, vagyis mennyi időt tölts egy adott anyaggal vagy gyakorlással. De erre a későbbiekben még részletesen kitérek. Mindez nagyszerű lehetőség arra is, hogy felmérd, mely tevékenységeknél szabadíthatsz fel némi időt. Ha például sok időd megy el a reggeli készülődéssel, vagy sokat tévézel, internetezel, esetleg le tudsz csípni valamelyikből, és ezáltal további értékes időt gyerhetsz. Mért fel, mennyi időre van szükséged a tanuláshoz? A következő fontos lépés, hogy felmérd, mennyi időt vesznek igénybe a legfontosabb tanulási tevékenységek. Olvasás, órai jegyzetek átnézése, saját jegyzetek készítése, feladatsorok megoldása. Ahhoz például, hogy kiderítsd, mennyi időbe telik, míg átrágod magad egy tankönyvön, olvass el négy oldalt, jegyezd fel, mennyi ideig tartott, majd oszd el négy jel, hogy meg tud becsülni, mennyi időt töltesz egy oldal elolvasásával. Ha például 4 perc alatt olvasol el egy oldalt, és egy adott tantárgyból átlagosan 60 oldalt kell elolvasnod egy héten, akkor összesen 240 perc, vagyis 4 óra szükséges ahhoz, hogy átrágt magad a heti adagon. Végez hasonló számításokat a többi tanulási tevékenységre is. Tegyük fel, hogy 4 óra kell az olvasáshoz, 1 óra az órai jegyzetek átnézéséhez, 2 óra a saját jegyzeteid elkészítéséhez, és három óra egy feladatsor megoldásához. Ez összesen tíz óra. Ha viszont csak öt órád van az adott tantárgyra, ahogyan az a fenti példából is kitűnt, könnyű belátni, hogy a terved irreális volt. Fontossági sorrendet kell felállítanod. Használt ki az üres járatokat. Minnyájunknak vannak üres járatai, vagyis olyan rövid időszakok, amelyeket semmilyen produktív dologra nem használunk. Várunk a buszra, utazunk a vonaton, megyünk a suliba, ülünk az orvosi vagy fogorvosi váróban, vagy éppen sorban állunk. Ez az idő természetesen nem alkalmas elmélyül tanulásra vagy bonyolult feladatsorok megoldására, viszont kiválóan elüthetjük néhány egyszerű dologgal, például telefonálhatunk, válaszolhatunk az e-mailjeinkre, podcasteket hallgathatunk, vagy átnézhetjük a jegyzeteinket. Középiskolás koromban én rendszerint a feladott olvasmányokat néztem át az alatt a húsz perc alatt, amíg beért a buszom a suliba. Egy Prágában tanuló haveromnak háromnegyed órát kellett naponta villamosoznia az egyetemre. Ő a saját jegyzeteiből tanult az úton. Egy barátnőm az előadások után hazafelé menet, a szüleit és a nagyszüleit szokta felhívni. Ha tehát hasonló módon megpróbálod te is kihasználni az üres járatokat, több időd marad a lényegi tanulásra, vagy a tartalmas kikapcsolódásra. Tervezd meg a napodat! A személyes hatékonyság szakértői azt ajánlják, hogy szálljunk minden nap 10 percet a napi teendők megtervezésére. Gondol tehát végig, mi a célod az napra, és mi kell ahhoz, hogy elért. Állíts fel fontossági sorrendet. Ennek során bizonyosan találsz majd olyan feladatokat, amelyeket össze lehet vonni, és így hatékonyabban meg tudod szervezni a napot. A tervezés másik nagy előnye, hogy jobban el tudsz köteleződni egyes feladatok mellett. Egy 85 diák részvételével készült brit felmérés szerint azoknak, akik megtervezték, mikor és mit fognak tanulni, nagyjából kétszer annyi idejük maradt a tanulásra, mint azoknak, akik nem készítettek hasonló terveket. Tarts rendet magad körül ne pazarold az időt azzal, hogy tanulás helyett folyton a tolladat vagy a fizetedet kell keresgélned. Mindig legyen kéznél, amire szükséged lehet. Rendszerezd a dolgaidat és tarts rendet magad körül. Egy adott pillanatban nem tűnik soknak az az idő, ami a keresgéléssel megy el, de ezek végül összeadódnak. Ráadásul minél tovább tart összeszedned a tanuláshoz szükséges dolgokat, annál több kifogást találhatsz, hogy egyáltalán hozzá se kezdj a munkához, vagy legalábbis elodázd. Egy osztálytársam pontosan ezzel a problémával küzdött. A suliból hazaérve nem volt energiája megkeresni mindent, ami a tanuláshoz kellett, inkább bekapcsolta a tévét. Amikor azonban kezdtek feje felett összecsapni a hullámok, elhatározta, hogy kipróbál valami mást. Már reggel odakészítette az íróasztalára kinyitva a tankönyvet, mellé pedig mindent, ami a tanuláshoz még kellett. Füzetet, ceruzákat, szövegkiemelőket. Így oldotta meg a problémát, amely napi szinten hátráltatta a tanulásban, és sokkal hatékonyabbá vált. Használj naptárat és írj feladatlistákat. Kilenc éves koromban, anélkül, hogy beírtam volna a naptárba, tudtam, mikor van időpontom a fodrászhoz. Persze, akkoriban a hajvágás volt az egyetlen dolog, amit hetente meg kellett jegyeznem. Ma viszont már el sem tudom képzelni a mindennapjaimat a mobil naptáran nélkül. Ezzel ugyanis extra kapacitások szabadulnak fel a fejemben, és így fontos dolgokra tudok koncentrálni. David Allen, a személyes hatékonyság világhírű szakértője szerint mindennél fontosabb, hogy feljegyezzük az időponthoz kötött tevékenységeinket és a feladatainkat. Ellen kiemeli, hogy igen értékes időt és energiát emészt fel, ha megpróbáljuk a triviális dolgokat fejben tartani. Ezért azt ajánlja, hogy egy, valamennyi megbeszélt időpontunkat írjuk be a telefonunk naptárjába, és minden reggel nézzük is át, illetve kettő, készítsünk listát az elvégzendő feladatainkról. Nézzünk példát az utóbbira. Feladatlista. Felhívni Stephen-t Szülinapi ajándékot venni anyának. Írni Anderson professzornak. Frissíteni az önéletrajzomat. Kitölteni a jelentkezési lapot. Megtervezni a csoportfeladatot. Felhasználni az ajándékkupont, mielőtt lejár. Átnézni a bejövő levelek mappát. Eladni a neten a régi mobilt. Megjavítani a féket a biciklin. Egyszerre egy dolgot csinálj. Manapság szinte mindenki túlterhelt, ezért rászokott a multitaskingra, vagyis egyszerre több dolgot csinál. Végül is racionalizálhatunk: van egy jobb és egy bal kezünk, van két szemünk, két fülünk. Nem kell, hogy mindegyik testrészünk mindig ugyanarra koncentráljon. Takarítás közben zenét hallgatunk, vagy úton a szupermarketbe felhívjuk édesanyánkat. A multitaskingot persze nem kell teljesen elvetni, de el kell ismerni, hogy csak bizonyos fajta tevékenységeknél működik. Vezetés közben többen is tudnak telefonálni, de valószínűleg csúnya karamból lenne abból, ha egyidejűleg a 34x a négyzeten plusz 34x plusz 15 egyelő nulla egyenletet próbálnák megoldani. Könnyű belátni, hogy olyan feladatokat, amelyek teljes odafigyelést és koncentrációt igényelnek, nem lehet egyszerre végezni hasonló odafigyelést és koncentrációt igénylő más tevékenységekkel. Ha ezeket párhuzamosan csináljuk, például megpróbálunk kitalálni egy jó témavázlatot, miközben valami teljesen másról beszélgetünk valakivel, az agyunk valójában a két feladat között cikázik folyamatosan. Ez viszont se nem hatékony, se nem eredményes, mivel a feladatok közötti folyamatos odavisszaváltással lelassul a tempó, és egyre több hibát vétünk. A Michigani Egyetemen végzett egyik kísérletből a kutatók azt a következtetést vonták le, hogy ha a feladatokat nem egymás után, hanem párhuzamosan végzi az ember, a kognitív teljesítmény akár 40%-kal is csökkenhet. Ha tehát hatékonynak szeretnénk lenni, ne zsonglőrködjünk a teljes figyelmet igénylő feladatokkal, hanem szépen végezzük el mindegyiket külön-külön. Válasz okosan munkát! Ha a diákként részmunkaidős állást vállalsz, ne csak az anyagiak alapján dönts. Személyi edzőként a pénzkereset mellett az egészségeddel is törődhetsz. Dolgozhatsz asszisztensként egy professzor mellett, vagy vállalhatsz magántanítványokat, így a tanulmányaidhoz kapcsolódó tevékenységekkel, feladatokkal és tesztekkel foglalkozhatsz. Ezzel nem csak pénzt keresel, hanem egy számodra hasznos területen tapasztalatokat is szerzel. De megpróbálhatsz bejutni arra a területre is, ahol a jövőben majd dolgozni szeretnél, hiszen így olyan értékes tapasztalatokra és kapcsolatokra tehetsz szert, amelyek jól jöhetnek majd később. Hagy időt a kikapcsolódásra is. Kiégni a diákok is tudnak, ha nem hagynak elég időt maguknak a pihenésre és a szórakozásra. Természetesen vannak időszakok, például egy határidő közelettével, amikor ezt nem könnyű megoldani, de ahhoz, hogy hosszú távon jól tudj teljesíteni, meg kell találnod a munka és a szórakozás közötti helyes egyensúlyt. Van, akinek több szabadidőre van szüksége, mint másoknak, de valamennyi szabadidő mindenkinek jár. Azt, hogy neked mennyi időre van szükséged a tanuláshoz, az aktuális helyzeted, illetve a távolabbi céljait határozzák meg. Ha évfolyam első szeretnél lenni, nyilván több szabadidőt kell erre áldoznod, mint amikor csupán az átlag felett szeretnél maradni. A diákok körében általános probléma, hogy a tanulmányaikat képtelenek mentálisan függetleníteni a szabadidős tevékenységeiktől. A helyet, hogy szórakoznának, folyton a félbehagyott feladatokon jár az eszük. Nem tudják elengedni magukat, mert furdalja őket a lelkiismeret az el nem végzett dolgok miatt. Amikor pedig nekiülnek tanulni, egyre csak az jár a fejükben, mi mindent csinálnának inkább, és hagyják, hogy a közösségi média, a játékok és egyéb tevékenységek eltereljék a figyelmüket. Ebből az ördögi körből csak önfegyelemmel lehet kilépni, amelyről részletesebben, majd a könyv harmadik részében lesz szó. Röviden tehát a lényeg. A legtöbbet azzal nyerhetsz, ha tanulás közben csak a feladataidra koncentrálsz, a szabadidődben viszont egyáltalán nem gondolsz a tanulásra. Ne hanyagold el az edzést! Mindig is azt gondoltam, hogy a testmozgás nem csak a testi egészség, hanem a lelki nyugalom szempontjából is meghatározó. Annak idején számtalanszor vezettem le a dühömet és a frusztrációmat egy boxzsákon, ahelyett, hogy egy barátomra vagy akár egy rendőrre borítottam volna. Még az edzés elsimítja a feszültséget, a feszültség rombolja a lelki nyugalmat. Azt vettem észre, hogy jobban dolgozom és tisztábban gondolkodom, amikor jó fizikai állapotban vagyok. Így aztán az edzés az egyik olyan dolog lett az életemben, amit sosem adtam fel. Nelson Mandela. A testedzés fontos a jó teljesítményhez, különösen hosszú távon. Energiát, állóképességet ad. A testedzés és a tanulás összefüggésével foglalkozó kutatások azt mutatják, hogy az edzés nem csak az energiánkat növeli, hanem a tanulási és vizsgázási képességünket is. Erre utalt a The Guardian egyik korábbi cikkének címe is: Kezdjél futni, és figyeld, ahogy az agyad nő. Az edzés tehát nem csak az egészségünk, hanem a jobb jegyek szempontjából is fontos. Szány rá valamennyi időt minden héten, hiszen a tanulás is könnyebb, ha jó kondícióban vagy. Vagy azok közé tartozol, akik csak tervezgetik, hogy elmennek edzésre, aztán mindig közbe jön valami? Ha így van, ne csak azt mondd, hogy majd edzek valamikor hétfőn, hanem tűz ki egy konkrét időpontot, lehetőség szerint egy barátoddal közösen, vagy pedig iratkoz be valamilyen csoportba. Az időpontokat írt be a naptáradba, hogy még inkább elkötelezd magad. Aludj eleget! Amikor New Yorkban voltam, cserediák, egyszer szóltak, hogy jelentkezzek az igazgatóhelyettesnél. Hallottam rólad egyet, mást, és agódni kezdtem érted, mondta. Megijedtem a szavaitól. Valamit rosszul csináltam. Ki fognak rúgni? Lejárt a diák vízumom? Visszaküldenek Norvégiába? Azt gondolom, el kellene menned orvoshoz, folytatta. Micsoda? Kiderült, hogy a tanár, aki az első órát tartotta, kisé tartózkodónak és dekoncentrátnak látott, és arra gondolt, hogy esetleg beteg vagyok. Szóval végül elmentem az orvoshoz, és kiderült, hogy nem beteg vagyok, hanem egész egyszerűen nem alszom eleget. A diákok általában keveset alszanak, túl későn fekszenek le, rosszul is alszanak, aztán másnap az előadásokon fáradtak, nem tudnak koncentrálni. Este pedig próbálják valahogy behozni, amit egész nap elszalasztottak, ezért ismét későn kerülnek ágyba, az ördögi kör pedig folytatódik. Az elégtelen alvás nem csak az energiánkra és a kedvünkre van hatással. Széles körben elfogadott, hogy ha nem alszunk rendesen, az a tanulási képességeinket is rontja. Ha tehát úgy érzed, hogy mostanában nem alszol eleget, tegyél valamit ellene. Mindig is későn fekvő voltam, vagy pedig egyszerűen nem vagyok korán kerő típus, állítják magukról sokan. Ezek olcsó kifogások, csak megnehezítik a megfelelő alvási rutin kialakítását. Erős elhatározással ugyanis bárki képes javítani az alvási szokásain. Rövid összefoglaló Időgazdálkodás amit tudnod kell. Az időgazdálkodás a rendelkezésre álló idő maximális kihasználását jelenti megfelelő technikák és stratégiák bevetésével. A szabadidő, az edzés és az alvás elengedhetetlenek a hatékonysághoz, különösen hosszú távon. Ne hanyagold el egyiket sem. Amit tehetsz. Tekintsd át, hogy mivel töltöd az idődet. Gondold végig, mit csinálsz a hét 168 órájában. Nézd meg, min javíthatnál, és hogyan szabadíthatnál fel több időt a tanulásra. Használd ki egyszerűbb feladatok elintézésére az üres járatokat. Írd be az összes időpontot a naptáradba, vezes feladatlistákat, ezzel ugyanis jelentős időt és szellemi energiát szabadítasz fel. Tervez előre, tűz ki konkrét célokat minden napra. Egyszerre egy feladatot oldj meg, különösen, ha az több figyelmet igényel. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.